Csokonairól sok mindent tudunk, ha nem is mindent, és a kutatók feltárták azt is, hogy kik voltak azok a hölgyek, akiknek udvarolt. De valahogy a közönség és mi magunk is jobban szeretnők azt mondani, hogy szeretett, kikosarazták, megint szeretett, megint nem volt szerencséje, és folyton verset írt abban a pillanatban, amikor vidám volt, vagy szomorú, vagy pontosan ahhoz írta a verseket, akit éppen akkor körülvett a szerelmével. Voltaképpen most a kutatás az derítette ki, és ez a most, ez legalább 20-30 esztendő, hogy érdemes az ő esetében külön választanunk az életrajzot, és külön vizsgálni a műveket. Verseiből sok változat van, amelyeket lehet, hogy Lillának szánt. Ma már tudjuk, hogy már korábban is írt ilyen típusú verseket, és később újra összegyűjtötte őket, ami biztosan tudható róla, hogy nagyon tudós szerző volt, és könyvet akart írni. Tehát nem önálló verseket. Nem az volt a célja, hogy egy-egy verssel megnyerje magának, mondjuk akár feleségül azt a fiatal hölgyet. Persze szeretett volna boldogulni, nyilván szeretett volna letelepedni is, és szeretetben, családban élni. De még ennél is jobban érdekelte az, hogy különböző műfajokban alkosson, és versciklusokat akart írni. Tehát a legjobb lenne alaposan olvasgatni a Lilla verseket, a Lilla ciklust, mint amit sikerült is megvalósítania. És aztán a gyönyörű, szép, reménykedő és kiábrándulós verssorozatból visszagondolni mindazokra a megélt érzelmekre és mindazokra az elolvasott könyvekre, amelyekből ez a híres Lilla ciklus lett. Szíves sóhajtásim! Enyisszetek el örökre, mint a lengő árnyék az ordon fergeteg első elérkeztével. Örömkönnyek, változzatok keserű könnyekké, oly keserűkké, melyet csak a vigasztalhatatlan bánat préselhet ki szemeimből. Végső, búba merült szív, tanuld meg elfelejteni azt a boldogságot, melyre ekkorig repesve dobogtál. Te pedig áldott leányka, tartsd meg az én szerencsétlen nevemet magadnál, s jusson eszedbe olykor-olykor, hogy egy érzékeny fiatal készebb lett volna téged bírni, hogy sem a világot. Azt tudjuk tehát, hogy Vajda Juliannával ismerték egymást, és leveleket is váltottak. 1790-es évek közepén, második felében. De Csokonai csapta a szelet másoknak is. Barátai családjában mindig talált valakit, akiben felfedezze a szépet. Az volt különben a véleménye, hogy minden fiatal nő szép. Tehát maga a fiatalság a szépség. Na de mindezek között Csokonai azért is különleges, mert a verseit énekelni kezdték, és a versei olyan hatással voltak a korban, hogy azt hiszem, hogy a nők is jobban odafigyeltek az irodalomra, és inkább adtak magukra. Csokonai drámáiban is előfordulnak hölgyek, akik olvasnak, és nem csak bajkoskodnak, de persze előfordulnak boszorkányok is, valóságos, utálatos vénasszonyok, szerelemhéhesek. Tudjuk ezeket. De hát azért is írta ezeket a műveit, a Karnyónét, vagy pedig a Dorottyát, hogy provokálja a nőket, bosszantsa az időseket és a fiatalokat, egyáltalán hangulatot teremtsen. Egy rendkívüli hangulatteremtő szemét ismerhetünk meg benne, a műveit vagy a leveleit olvassuk. Képes volt környezetének a figyelmét felhívni magára.
Úgyhogy miközben udvarolt és el is bájolta a környezetét, elvárta, hogy olvassanak a nők, és törődjenek a magyar nyelvű kultúrával is. Azért is érdemes a nőkre figyelni ebben az időben, mert ők olvasták ezeket a műveket. Akár ők is lették, akár nem, leginkább a nők olvasták. Vagy ők komolyan vették. Lehet, hogy a férfiak, mint művészi teljesítményt vizsgálták, és a nők pedig érzelmeket találtak benne. Lehet, hogy különbözőképpen olvasunk egyébként. Vagy pedig azokat a műveket, amelyeket a csokonai féle költők alkottak, nem vették komolyan a korabeli férfiak. Vagy eposzt vártak el, vagy pedig tudományos művet egy tudós szerzőtől. És ezeket a kis ékszereket, amilyen egy szerelmes versciklus, nem mindenki értékelte. De a zenészek értékelték, tehát felfedezték benne a szép hangzásukat, és gyönyörű melódiákra tették. Társasági énekek lettek belőlük, de azt is tudnunk kell, hogy sokkal többen zenéltek, mint a mai civil életben. Nem volt olyan éles határ hivatásos muzsikus és polgárember között. Hát, például a női neveléshez hozzátartozott a zongorázni tanulás, de nem csak a nőihez, tehát azok voltak a nagy élmények, mikor egy férfi és egy nő együtt énekelhetett egy új dalt. Összetartoznak mindazok a művek, amelyek itt szerelmi ciklusban vizsgálhatók, és változatok vannak. Egy szerelmi kapcsolatban van várakozás, ugye van reménység, van esetleg kiábrándulás, csalódás, beteljesülés. De mivel ő Lilla nevet adott a verseinek, és Lillaként emlegette Vajda Juliánnát, ezért vagyunk hajlandók, hajlamosak összekapcsolni magát, a megismerkedésüket, a szerelmi, vagy legalábbis a szerelmi reménységet, kapcsolatot és a ciklus létrejöttét. Vannak úgynevezett misszilis levelei, elküldött levelei Vajda Juliánnához, és tudjuk, hogy valóban létezett egy ilyen személy, aki aztán férjhez ment máshoz. De valóban ez a Lilla ciklus általánosabb érvényű. Ha nem volna benne a név, akkor lehet, hogy nem akarnánk mindenáron Vajda Juliánnához kapcsolni. Van egy Földi Rózsa nevezetű ihletője is a csokonai verseknek, de valóban dolgozott még a Lilla kapcsolat után sokat ezeken a verseken. És nem is jelentek meg az ő életében, tehát abban az évben jelentek meg, amikor elhunyt, de ő már nem érhette ezt meg. Nagyon érdekes költemény a Feredés. Azért is érdekes, mert az ókorban is vannak olyan művek, amelyek arról szólnak, hogy az Istenőt nem szabad megpillantani, amikor ruhátlanul tisztogatja csodálatos testét. Na most ezt az istennőséget látta bele a hölgybe, Lillába vagy másba, amikor erről ír Csokonai. Vagy pedig azt a parányit, aminek az a cím, hogy a hajókázó ámor. Egy ámor egy narancs héjacskán fels alá siklott, és aztán hajót tört. Tehát oly semmiség, olyan arányi hangulatnak a képi alakítása, amire nem mindenki alkalmas, de Csokonai alkalmas volt, és azokat a természettudományos felismeréseket, amelyek őt foglalkoztatták, ezekbe a szerelmes versekbe is beleírta. Tehát az illatokat, a tapintást, a hallást. Tehát ezek olyan szerelmes versek, hogyha jól odafigyelek, akkor a teljes élményről szól.
jobban ismerjük a verseit Csokonainak, de vannak levele is Lillához, Vajda Juliánnához. Ma 21. napja van októbernek. Ma kezd el, ma. Mikor vészed ezen levelemet, tégy félre minden dolgot, feledkezzél el mindenről, még magadról is. A feljövő nap már a papíros mellett találjon, s mikor lemegy utolsó sugára is, a te csókra méltó betűdre pillancson, s csak akkor vedd észre, hogy a szerelembe elmerültél, mikor az én nevemnek emlegetését a hajnali kakas szó rezzenti félbe.